bemutatták a topolyai szennyvíztisztító tervezetét. A Prosperitati Alapítvány újabb pályázatokat jelentetett meg. Megkezdték a tavaszi vetést a földművesek. A hétvégén egy hideg front hoz lehűlést. Több mint három évtizede létező probléma Topolyán és környékén a Krivaja folyó szennyezése. Az utóbbi öt évben foglalkoznak intenzívebben is a probléma megoldásával. A jövőbeni topolyai szennyvíztisztító tervét az Újvidéki Műszaki Egyetem projekttervezési szakcsoportjának tagjai, professzor dr. Szürgyen Kolákovics és Zinkler Rudolf magiszter egy kerekasztal beszélgetés keretében mutatták be Topolyán. Kislinder Gábor polgármester emlékeztetett rá, hogy a jövőbeni víztisztító helyét már korábban kijelölték, a projektum formáját és annak kivitelezési módját azonban körültekintően kell megválasztani. A tervezet azonban elkészült, és annak véglegesítését követően megkezdődhetne a víztisztító megépítése. Zinkler Rudolf elmondta, hogy azt is el kell dönteni, hogy az önkormányzat önállóan belevág-e a víztisztító megépítésébe, vagy az ipari létesítményekkel, az érintett vállalatokkal közösen próbálják meg kiépíteni azt. A technika és a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és hát manapság már annak lehetünk esetenként a szemtanúi, hogy mire egy-egy projektum elkészül, addigra már idejét múlt, tehát korszerűtlenné válik, és hát tudjuk azt, hogy a szennyvíztisztításnak vannak különféle módszerei, tehát van a mechanikai tisztítás, lehet baktériumok által, algákkal és egyéb módon tisztítani. Itt Topolyán milyen módszer tudna javasolni, illetve ebben az önök által készített projektumban milyen módszer lesz majd felhasználva? A kiinduló pont az egyből meghatározza a módszert is. A kiinduló pont az, hogy a Krivaja folyó az egy érzékeny vízbefogadónak van minősítve. Ez a fogalom, hogy érzékeny minősítés az abból adódik, hogy nagyon magas szintű tisztítási hatásfokot kell elérni. Ez a magas tisztítási hatásfokot, amit el kell érni, ezt csak kombinált módon, többfajta módszerrel együtt lehet megoldani, úgyhogy természetesen mechanikai tisztítással kezdődik a tisztítás, a biológiai tisztítása folytatódik, és harmadfokú vegyi tisztítás is van itt. Szóval, mivel hogy a érzékeny vízbefogadóknál a nitrogén formákat és a foszfor formákat is el kell távolítani, azokat részben biológiai módon lehet eltávolítani, részben pedig vegyi úton kell eltávolítani. Úgyhogy ezen a berendezésen mind a három tisztítási forma itt be lesz kombinálva a berendezésbe. Végezetül meg tudjuk-e még azt mondani, illetve meg tudjuk-e becsülni, hogy körülbelül mennyibe kerülne ennek a rendszernek a kiépítése itt Topolyán? A műszaki dokumentáció, ami eddig elkészült, erre is választ ad. Azzal, hogy itt ki kell hangsúlyozni azt, hogy mindig a kérdés az, hogy a berendezést egyszerre építsük a végleges kapacitásra, vagy részleges fázisrendszerbe építsük a berendezést. A eddigi tárgyalások során mindig az felvetés az volt, hogy lévén, hogy mink nem rendelkezünk az egész területen csatornázási rendszerrel, és akkor a csatornázási rendszernek a kiépítése nagyon hosszú lejáratú aktivitás. Ezért az elv az volt, hogy fázisokba építsük a csatornázási rendszert is, a teljes kiépítettségi formáig, és úgy szintén a berendezéseket is fázisonként építjük. A terv az a végleges fázisra adta meg a megoldást, mert a végleges fázis az 20 ezer lakos egyenértékű tisztítóról van szó, ez egy ilyen fogalom, amikor ipari szennyvizeket is átalakítsák lakos szennyvizekké, és a berendezés az mint egy 4 millió eurós nagyságrendben lett meghatározva, azzal, hogy ez az ár, a költségbecslés, csak a kerítésen belüli berendezésnek az építése. Ehhez hozzá kell még adni a külső installációkat is, mert odáig el kell vinni a főkollektort, az áramot, az energetikát, a minden további ilyen infrastruktúrális létesítményt. Arra még további 1-2 millió esetek, és attól függően, hogy milyenek lesznek az igények majd. Kolákovics azt is elmondta, hogy a topolyai szennyvíztisztítót az európai szabványoknak megfelelően tervezték, a művelet során előbb mechanikai, majd biológiai, végül pedig vegyi tisztításra kerülne sor, mielőtt a vizet visszajuttatnák a természetbe.
Zinkler Rudolf azt is elmondta, hogy az érintett cégeknek még az ipari zónában, tehát a létesítményen belül kellene előtisztításokat végezni, de ha ezt még egy lépéssel megtoldják, akár önállóan is meg tudnák oldani a víztisztítást. A Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottsága 2016. március 31-én megtartott ülésén döntést hozott a második körben kiírásra kerülő pályázatokról, amelyek 2016. április 3-án 18 órakor jelentek meg az alapítvány honlapján. Az első körben március 1-e és 31-e között 2413 pályázatot adtak át, február hónapban mintegy 5000 megkeresés érkezett a területi irodákhoz, valamint a szakmai értékelők kiválasztására kiírt pályázatra is mintegy 100 szakember jelentkezett. Közülük kerülnek ki az alapítvány szakmai hálózatának szakemberei, akiket egyéni felkérés alapján bíznak meg a beadványok értékelésével. Híradónk vendége a Prosperitati Alapítvány ügyvezető igazgatója Juhász Bálint. Nagyon nagy volt az érdeklődés, úgy, ahogy azt tapasztaltuk a tájékoztató körút alkalmával az informálódás időszakában, amikor nagyon sokan érdeklődtek, úgy alakult a beadott pályázatoknak a száma, és több mint 2400 pályázat érkezett be Vajdaság szerte, 10 kiírásra, ez egy hatalmas szám. Nagyon elégedettek vagyunk, a 10 kiírásból szinte mindegyik kiírás esetén több érkező pályázat van, illetve nagyobb összeget igényelnek összességében, mint a kiírt keret. Ez indokolja, igazolja magát a programot, igazolja a pályázati kiírásokat, illetve hogy azok találkoztak a közösség igényével, úgy a fiatal házasok, házvásárlása, a mezőgazdasági fejlesztési pályázatok, illetve a vállalkozásfejlesztési pályázatok is. Nagyon szép eredmény született, azt gondolom, hogy fontos kiemelni, a vajdasági magyar közösségnek van elképzelése, tud és akar pályázni, ezt igazolta ez a kör. Lehet-e azt tudni, hogy az első körben melyik pályázati kiírás iránt volt a legnagyobb az érdeklődés? Igen, azon kívül, hogy mindegyik, de azon túl el lehet mondani, hogy a mezőgazdasági gépvásárlás és a kapcsolható eszközökre kiírt pályázat esetén érkezett be szám szerint és összegszerűen is a legnagyobb, legtöbb igényes, illetve a legnagyobb igényelt összeg ott van. Emellett a vállalkozás fejlesztésnél, a mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzésénél volt a következő legnagyobb tömeg, tehát a legtöbb beadott pályázat és igényelt összeg. De ugyanakkor az öntözőrendszerek esetén is hatalmas volt az érdeklődés. A házvásárlási pályázatoknál is körülbelül kétszeres a túljelentkezés. Ugyanígy a fóliasátras pályázatoknál is nagyon nagy az igénylés, a beadott pályázatoknak a száma és az igényelt eszközök összértéke is nagy, de a turizmusnál is szép számban érkeztek be pályázatok, tehát a turisztikai fejlesztésekre, ültetvényekre és állattenyésztésre is sokan adták át, különösen állattenyésztésre, úgyhogy azt gondolom, hogy mindegyik pályázat esetén elégedettek lehetünk. Szerbiában a tavaszi idényben a földműveseknek 1,6 millió hektárt kell bevetni különféle haszonnövényekkel, közölte a Köztársasági Gazdasági Kamara. A kukorica vetés területe meghaladja majd az 1 millió hektárt. A napok óta tartó meleg idő jóvoltából megkezdődhetett a vetés. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az őszi vetésű gabonákban kialakultak a feltételek a gombabetegségek terjedéséhez, ezért át kell járni a parcellákat és szükség esetén, illetve akár megelőzésként is vegyszeres védekezést alkalmazni. Pénteken kerül sor a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 21. találkozójának ünnepélyes megnyitójára. A találkozó a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvénye, társszervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. A 2016-os házigazda a Magyar Csernyei Adi Endre Művelődési Egyesület. Idén a hagyományos 10 napos beosztás helyett két hétvégén valósul meg a rendezvény, április 8-ától 10-éig, majd azt követően
illetően április 14-től 17-ig. A zsűri tagjai GRDI Hermina és Krizsán Szilvia színművészek, illetve Perényi Balázs drámatanár, kritikus. A Bács-Fekete-hegyi társulat is fellépésre készül, műsorunk vendége a társulat egyik oszlopos tagja, Szukola Béla. Nagy múltja van Bács-Fekete-hegyen az amatőr színjátszásnak, műsorunk vendége az amatőr színjátszók egyik képviselője, Szukola Béla. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket! Mire készülnek most az Bács-Fekete-hegyi amatőr színjátszók? Az új év folyamán ugye új évad köszöntött be, és a Feketicsen is bizonyos zsongás tapasztalható a színházi berkekben, és aki a színházat, illetve előadásokat követi, értesülhetett, illetve láthatta már, több alkalommal bemutattuk a Bács-Fekete egy 210 évvel ezelőtt betelepítését állomások címmel, és ezt az előadást, amelyet bemutattunk, ezt most szeretnénk elvinni a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójára, Magyar Sernyére, és természetesen a próbák elkezdődtek, és hát erre az alkalomra most nagy buzgalommal készülünk. Magam is láttam ezt a darabot, és hát utána láttam a reakciókat is, és hát kapott ez a darab ugye pozitív és negatív kritikákat is, de még a negatív kritikák is azt mondták ugye, hogy a darab mindenképpen színvonalas, esetleg ők valamiféle olyan üzenetet láttak benne, ami miatt negatív kritikával illették, tehát a színvonalat nem kérdőjelezte meg senki sem. Igen, hát büszkén állíthatjuk, hogy Hajbert Lódi Andrea rendezésében, szerkesztésében egy olyan nívós előadásra került sor, bemutatásra, amelyet több esetben és a próbák során jó magunk is úgy néztük, hogy értetlenül álltunk egyes képek előtt, hogy mire is szeretne a rendezőnő utalni egy-egy jelenettel, egy-egy megnyilvánulással. Természetesen, mivel hogy egy újabb úgymond motívumok, újabb rendezői fogások vannak részesei ennek a darabban, úgyhogy valószínűleg több néző értetlenül, illetve nem teljes egészében értette meg a mondandóját ennek a darabnak, de viszont igencsak szerteágazó egy rendezvényről van szó, és aki egy kicsit a nem csupán a Bács-Fekete egy múltját, hanem a Vajdaság, illetve a régiónk múltját ismeri, az szembe találkozik az elmúlt események sorozatával is. Tehát akkor még egyszer mondjuk el a kedves nézőknek, hogy legközelebbi alkalommal ez az Állomások című produkció majd a Vajdasági Amatőr Színjátszók szemléjén lesz látható. Így van, és oda is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, és csupán buzdítani tudok minden színházbarátot, színházlátogatót, hogy ezt az alkalmat se ne hagyják ki, jöjjenek el, nézzenek meg bennünket, nézzék meg az előadásunkat, hogy betekintést nyerhessenek egy településnek egy konokkunsággal való ragaszkodásához, a mához, az itt létez, az itt maradáshoz. Dr. Baranyi Anna Telcs Ede éremművészete című könyvét mutatják be április 7-én csütörtökön Topolyán a Juhász Erzsébet könyvtár padlás termében. Az előadók a szerzőn kívül dr. Ninkov Kovácsev Olga művészettörténész, a kötet szerkesztője, Kovács Zita művészettörténész, a Bajai Tűr István Múzeum igazgatója, és Virág Gábor a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója. Kucsov Boris a Bánsági Szamuráj című darabjával lép közönség elé a Topolyai Mara Amatőr Színház. Az ős bemutatóra április 9-én 19 óra 30 perctől kerül majd sor a Topolyai moziteremben a rendező Körmőci Petronella. Törött tégladarab címmel tartanak költészetnapi műsort gyermekek részére április 10-én vasárnap 17 órai kezdettel a moziteremben. Fellépnek az Aurora stúdió tagjai Sóti Juli énekes és Klem Dávid zongorista, a rendezvényre a Művelődési Ház és a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ szervezésében kerül majd sor. A Topolyai Művelődési Ház utazást szervez a belgrádi Terázie Színházba a Chicago című musical megtekintésére.
Indulás április 20-án 16 órakor, az úti költség belépővel együtt 1780 dinárba kerül, bővebb tájékoztatás és helyfoglalás személyesen a Topolyai Művelődési Házban vagy a képernyő alján látható telefonszámok segítségével. A Topolya kosárlabda csapata az elmúlt hétvégén lejátszott bajnoki fordulóban idegenben 71-66 arányban legyőzte a Kevevári, azaz Kovini Rádnicskit. Csapatunk most negyedik az első szerb kosárlabdaliga táblázatán, 23 fordulót követően 40 ponttal. A következő ellenfél hazai pályán a hódsági Odzsáci, a mérkőzést pénteken 17 órától játsszák Topolyán a Csáky Lajos Általános Iskola sportcsarnokában. Csütörtökön nedvesebb, labilisabb légtömegeknek köszönhetően elszórtan várhatóak záporok, néhol zivatarok is, élénk lesz a légmozgás. Az enyhe hajnalt követően délután 19 és 28 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk majd. Péntekre azonban már erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra is. A megerősödő szélben lassan visszaesik a hőmérséklet. Szombaton már sokfelé várható eső, zápor és zivatar. A szeles időben délután már mindössze 10 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap továbbra is szórványosan számíthatunk további esőre, záporokra. A szél többfelé élénk marad. A délutáni órákban 13 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök április 6-ai híradónkat látták. Valamennyi munkatársam nevében megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánunk Önöknek, a viszontlátásra!